Bármikor, hogy nem. Persze, miért ne? Természetesen. Jó lenne, ha én vihetném az olimpiai lángot, nagyon örülnék neki, esküszöm. Inkább nem. És miért nem? Nem tudom, nem az én stílusom. És mit vinnél helyette inkább? Szivart. Mindig arról volt szó, hogy itt kisorsolnak valakit, vagy szupersportember viszi. Egyszerű állampolgárnak és sorba állnak, és akkor elviszi 5 métert, 10 métert. Én is vinném. Ha már egy kis részt jut, annak is örülnék azért. Én is sportoltam valamikor, futballoztam, de hát ilyenben még nem volt részem. Újdonságszerű ez az egész dolog, és én örömmel csinálnám, hogyha erre lehetőség volna. Szerintem ez egy marha jó lehetőség, és egy csomó embernek is kedvet csinálhatnánk ezzel a úgymond reklámmal, mert úgy csak egy futni, tehát nem sokan vállalkoznak erre. De ha már egy lángot vihet az ember, szerintem már több lenne a sportoló kedvét Magyarországon is, ha már van valami cél. Nagyon jó, persze, pont ráérek. Hogyha kivihetem magam az egyik barátomat, akkor mindenféleképp. Ha nem egyedül megyek, akkor persze. Hát én szívesen kimennék, mert azért kulturális, tehát van neki, és miért is ne, végül is nekem tetszene, hogy annyi ember közül pont élenik az a szerencsés, aki vinni a fákját. Jó élmény lehetne szerintem. Hát ha van rá lehetőség, akkor nézze, természetesen állok elébe. Szenzációs ötlet szerintem, mi jó alkalom kijutni az országba legalább. Nekem számomra az első, a legfontosabb az, hogy én fővettek egy magyar trikolort, és azzal én futhatok. A sport egyébként is közel áll hozzám, versenytáncolok, ez is valamilyen szinten ugye, sport. És hát szoktam követni is az olimpiát, szóval miért ne? Fontos az egészséges életmód, a mozgás, úgy a táplálkozás, megmozgatni mindenkit, és egy jó társaság. Az egy élmény szerintem az embernek, az egy élmény, hogyha egy torinói lángvitelnél vihetti a lángot, nem? Voltam már egyszer Torinóban, nagyon, nagyon kellemes hely, kedvelem az olaszokat, Torino az tökéletes. Örülnék neki, hogyha megnyernék egy ingyen utazást Torinóba. Szerintem pár méter is megtiszteltetés az embernek. Tehát az egy sztori, az egy felemelő élmény szerintem, hogy én is ott lehetek a jó, egészséges, sportos emberek között, nem? Az, hogy pont én vagyok az a szerencsés, aki viheti a fákját, és hát meg hogy ott lehetek, tehát külföldön, meg azért tök jó lehet, hogy azért én képviselem a magyarokat. De igazából szerintem elismerés is valamilyen szinten, hogyha valaki ezt hiszi, mert azért nem. Még hogyha szeretlen, akkor is ez nem egy mindennapi dolog. Igen, fontos, hogy célunk legyen, és törekszünk arra, hogy megvalósítsuk. Tetszik azt, hogy az egész világ megmozdul, és amennyire lehet az emberek részt vesznek benne, vagy aktívan, vagy a tévé előtt, de nézik és követik. Szeretem, hogy az egész világot megmozgatja. Nekem az a véleményem az olimpiáról, hogy jó, hogy az emberek olimpiában utaznak, működnek, sportolnak, egyre többet kéne mindenkinek sportolni, és... Talán nincs is olyan sport, amire azt mondanám, hogy nem kedvelem, tehát, hogy nincs létjogosultsága, vagy nem nagyszerű. Úgyhogy az olimpiai eszmét én maximálisan a magaménak tudom vallani, mondjuk. Nézel, nekem a sport az egy mindig kedvelt valami volt, és én nagyon-nagyon kedvelem például Schmidt Pált, aki az olimpiai bizottságnak az elnöke, és régi barátság viszonyban vagyok velük, testvérem is, hát ő futballbíró volt, FIFA bíró, hát ő bejárt Pelével filmezték például. Már magát a sportot azt becsülöm, tisztelem, hogy egy ember egy életét ráteszi arra, hogy valami szintet elérjen. Más egyébként meg, hogy most már ez anyagiasodik, ezzel nem nagyon értek egyet. Úgyhogy azt becsülöm benne, az, hogy tényleg az, aki feltette rá az életét, hogy ő valamilyen célt elérjen, és ő olimpiai bajnok legyen, ha kell, be a haláláig küzd, ezt becsülöm abba. Az én véleményem az, hogy akkor lenne jó az olimpia, akkor lenne tökéletes, hogyha lenne mondjuk breaktánc is. Breaktánc 70-es évek eleje óta működik. Breaktáncban mi magyarok kétszeres világbajnokok vagyunk. Szeretem figyelemmel kísérni ezt az egész olimpiás dolgot, mert végül is szerintem ezt így
minden ember szereti drukkolni a saját országának, a csapatának, és így ott van velük.